Az első ciszterci diákkonferencia ötlete a székesfehérvári intézmény kezdeményezésére jött létre. Gondoltuk, hogy ha már van egy közös vezetés, egy közös gyökere ennek az öt iskolának, akkor miért ne ismerjük meg egymást, és úgy gondoltuk, hogy mindenféle ötletbörze és egy kvázi konferencia körül megismerhetnénk egymást, illetve egymás ötletéből meríthetnénk az előre haladó munka érdekében. A rendezvényre a pécsi, az egri és a budai Ciszter gimnáziumból érkeztek diákok. Úgy tapasztaltuk, hogy itt sokkal színesebb a diák élet, mi is próbáljuk ezt nálunk Egerben beindítani. A diákok itt nagyon lelkesek és nagyon szorgalmasak, sokan segítenek itt a diákönkormányzatban, hát szeretnénk, hogyha nálunk is egyre több aktív tag lenne a diákönkormányzatban. A konferencia nem csak az eszmecsere miatt hasznos a diákok és kísérőik számára. Szeretném azt, hogyha tartalmában, mélységében nagyon hiteles lenne, amit teszünk. Nagyon helyes, hogy ma itt ezt találkoztunk, csak úgy mellesleg mondom, mivel most éppen az ökumenikus ima hét van, tehát minden keresztény közös együttes imádkozása reménye, és az iskolában jár számos protestáns gyerek is. Azért nagyon szép, hogy ma éppen az volna a központi van, hogy úton szolidaritás, tehát az összetartás, összetömörülés fele, hogy egységesek legyünk. Mint azt a székesfehérvári intézmény igazgatója mondja, a ciszterci iskolák hangsúlyt fektetnek az alapvető emberi, erkölcsi értékekre való nevelésre. Keressük azt a pontot, amikor közösen jutunk odáig, hogy a Ciszter gimnázium az nem csak egy jó gimnázium, nem csak a legjobb gimnáziumok között van, hanem meg tudja adni azt a pluszt, újra meg tudja adni azt a pluszt, amit annak idején az elődeink meg tudtak adni a diákoknak. Székesfehérvár egykori polgármestere is az intézmény növendéke volt, ma pedig a Ciszterci Diákszövetség elnöke. Az a feladatunk, hogy utolérjük azokat a fejlesztéseket, amelyeket más városokban már az egyházi fenntartású iskolák megtettek. Másrészt pedig tapasztalatot szerezni olyan intézményektől, akik akár a informatikában, akár a természettudományi tárgyakban, de főleg a nemzetközi kapcsolatokban, a nyelvtanulásban, a kölcsönös diákcserében előttünk járnak. Az első ciszterci diákkonferencia egészen vasárnapig tart. Nem csak beszámolók, hanem kvízjátékok és szabadidős foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a fiatalok egymással.